Ha a farsang szót hallja az ember, a legritkább esetben jut eszébe más, mint felhőtlen szórakozás, móka, kacagás. Fokozottan érvényes ez a megállapítás az AZK által szervezett télbúcsúztató ünnepségre, mely idén illusztris vendéggel büszkélkedhetett. Ez mindig a kevésbé komolykodós fellépőkön, kevésbé komolykodós zenei összeállításokon alapul zeneileg, így lesz ez most is. Egy kiváló performance celebritást a Dolly Rambo együttest hívtuk meg. Azt hiszem, hogy talán az internetezőknek nem kell őket bemutatni. Egy nagyon ide színfoltja a magyar könyvzenének. Szerintem nagyon eredeti, amit csinálnak. Elképzelhető, hogy zeneileg kevés értékelhető, de mint jelenség. Szerintem egyedülállóan amit csinálnak, mindenképpen érdemes megnézni őket. Pláne, hogy ezen a környéken először ugyanis Debrecenből jöttek hozzánk. A Dolly Rambo zenekar egyébként 2004 telén egy igen hideg éjszakán alakult, egy Rambo film utáni rémáló végtermékeként. Szülőatya, Dr. Kondor, aki a dalszövegek és effektek életre hívása mellett a gyermekszintetizátor megszólaltatásáért is felel. Dr. Kondor vagyok, a Dolly Rambo zenekar, városi terrorista zenekarnak a megalapítója. Hát körülbelül olyan 10 éve vagyunk ebbe a felállásba. Van a művésznő, Dolly művésznő, aki énekel, és akkor úgy szokott lenni, hogy mindig van valaki, aki így kíséri a zenekart. Tehát van, amikor úgy hívjuk a kísérő zenekart, hogy Elmű Szociális Otthon, aki a háttérkórus. Most például jött velünk egy kiváló dolgozó. De mondhatnánk tehát, hogy a fix ember az két tag így a zenekarba, a Dolly Rambóba. Ezt a szöveget persze nehéz, ugyanakkor nem lehetetlen röhögés nélkül végig hallgatni. Körülbelül ez mondható el a zenéről is, azzal a különbséggel, hogy az az érzékeny fülű hallgatóknak csak ipari füldugó használata mellett ajánlható. Hát igen, de ez halál komoly, tehát mi ezt komolyan csináljuk. Koncerten fenn a színpadon nem nevetünk, tehát ezt mi halál komolyan gondoljuk. Ha most önök közül néhányan azt gondolják, hogy ez valami vicc, akkor bizony messze állnak az igazságtól. A Dolly Rambo ugyanis inkább egy fricska, vagy egy görbetükör, esetleg a kultúra alulnézetből. Ugyanakkor, ahogy az már elhangzott, a zenekar tagjai rendkívül komolyan gondolják. A csapat amúgy Erika, vagyis Dolly Rambo köré épül, akit Madame Exotic-ként is ismernek a rajongók. Nem úgy találtak a srácok, hogy tulajdonképpen egy játszótéri buli kellős közepébe csöppentem vele, ahol a barátaim beajánlottak énekesnőnek, és mivel ez volt az álmom, hát szóltak a Tamásnak, hogy hallgasson meg, döntse el. És akkor megbeszéltünk egy találkozót, és így kerültem bele. Aztán látta azt is, hogy több mindenre vagyok képes, mint amennyit mutatok magamból, és mindent ki akart hozni belőlem, így több területen próbált érvényesíteni, és hogy érvényesülhessek. És aztán a Dolly Rambo zenekarban megkaptam azt az álmomat, hogy nagyon szerettem volna, hogy énekesnő lehessek. Az elmúlt évekről annyit, hogy tényleg Debrecen is környékén léptünk fel, hogy pontosítsak, az együttes éppen most jövő hónapban lesz pontosan 8 éves, és hát úgy gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sok mindent csináltunk, videóklipek, stúdiómunkák, lemezek, új számok írása, tanítása, tehát nagyon sok mindent csináltunk. Utóbbi években egy kis csönd volt körülöttünk, mert azért változtak a dolgok a saját magánéletünkben is, de alapvetően a stúdiómunkák tökéletesítésével foglalkoztunk. Azt mondják, 15 perc hírnév mindenkinek jár. Dolliék már jócskán túl vannak az első negyed órán, és ez idő alatt olyan slágerek állnak mögöttük, mint például a Szekrény. Aztán a méltán népszerű Porszívó. Vagy éppen a slágerlisták csúcsát ostromló ez a ház. Yeah.
CD egyelőre még nincs, de majd lesz. És mindjárt egy dupla albummal rukkolnak elő a közeljövőben. A rajongóknak pedig addig marad az internetes videó megosztó, no meg az az élmény, melyel a csapat az AZK Farsang alkalmából élőben megajándékozta őket. Köszönöm, 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 köszönöm